Az éjszaka a mindenható Isten elvitt engem Burmába, Myanmarba. Hogy miért pont oda? Úgy igazából én sem tudom teljesen, nem vagyok teljesen biztos abban, hogy miért pont oda, de van sejtésem, és bízom abban, hogy felvétel közben kiderül az Úristen ad kijelentéseket arra vonatkozóan, hogy miért éppen Burmába vitt engemet, miért pont Myanmarba. Egyébként a tervem az volt Indiával és Nepállal, hogy miután bejárom ezt a két országot, elindulok keletnek, kelet irányba, egész Alaszkáig. És hogyha Isten megengedte volna, hogy a saját fejem szerint utazzak, zarándokoljak tovább, akkor India után körülbelül Burma következett volna. Először Banglades, utána pedig Burma, Myanmar. Viszont még mielőtt elmondanám azt, hogy mit láthattam Burmában, mit tapasztaltam Burmában, és mit érthettem meg Burmáról, elmondanék két rövidebb gondolatot. Az elsőt kérdés formájában fogalmaznám meg. És a kérdés az, hogy ki az igazi barát? Mi a barát? Kit nevezünk barátnak? És miért nevezzük barátnak? Mitől barát a barát? És nyilván a kérdés, a válasz eléggé egyszerű, hisz nem kell sokat gondolkozzunk azon, hogy mitől barát a barát. Tudjuk azt, hogy úgy lehetünk barátok valakivel, hogyha van valami közös bennünk. És az a közös dolog minket cimborákká tesz egymással. És persze, hát ilyen értelemben nyilván, hogyha visszamegyünk a Teremtés könyvébe, az Édenkertbe, akkor Ádám és Éva jó cimborák lettek. Volt valami közös bennük, megtagadták Istent. Már nem gyermeki bizalomban léteztek, hanem a saját fejük szerint léteztek. Éva is, Ádám is. A férfi is, a nő is. Amikor gyakrabban söröztem régebb, akkor voltak persze söröző cimborák, akikben az volt a közös, hogy szerették a sört, éppen úgy, mint én. Tehát a sör volt a mi kapcsolatunknak, a mi baráti kapcsolatunknak az alapja. De vannak olyan barátok is, akik nem söröznek, hanem tegyük fel, van egy közös szenvedélyük. Például a lovaglás, vagy a természetjárás, vagy a foci, vagy rengeteg sok lehetőség van, mondhatni végtelen lehetőség van. Végtelen lehetőség van arra, hogy két ember összebarátkozzanak egymással, és barátok legyenek. A mai nap folyamán a kedves szomszédommal egy kicsit íjászkodtunk, vagyis neki volt kedve íjászkodni, van egy profi íja is, és meghívott engemet is az íjászkodásra. És hát, megmondom őszintén, jót mulattunk, játéknak fogtam fel az egészet. És ez váltotta ki ezt a kérdést belőlem, hogy mitől barát a barát. Most például, hogyha mi rendszeresen íjászkodnánk, akkor nyilván az íj összekötne bennünket. Netán még söröznénk is, a sör is összekötne bennünket. Ha netán még, hogyha dolgoznánk is együtt valamit, akármit, akár fakitermelés, vagy bármilyen más munkát végeznénk, vagy valamilyen hobbink volna közös, összekötne bennünket, és azt mondhatnánk, hogy barátok vagyunk egymással. Igen ám, de mi történik akkor, ha tegyük fel a mi közös szenvedélyünk, például a foci, és a kettőnk közül egyik lebénul, vagy pedig meggyengül, nem tud focizni, nem tud már úgy szaladni. Hát akkor az történik, hogy megszűnik a barátságunk. Persze, hogyha a focin kívül volt más közös dolog is, mint például a sör, vagy valamilyen más hobbi, akkor az összekötne továbbra is minket, és barátok lehetnénk. Viszont tudjuk jól, hogy előbb-utóbb mindenkinek eljön az óra, amikor a teste meggyengül, fokozatosan meggyengül, és fokozottan gyengül, elveszíti rugalmasságát, az erejét, és annak köszönhetően már nem fog tudni élni azoknak a szenvedélyeknek, amelyeknek korábban élt. És így az történik, megtörténik az, hogy a barátok eltűnnek, lekopnak, szó szerint lekopnak a szintéről. Hogy miért? Azért, mert az, ami közös volt bennünk, bennem és ő benne, az már nem közös. Hisz én már nem tudok járni, elveszettem az egyik lábamat, tegyük fel, vagy valamilyen más betegségem van. Ágynak estem,
Nincsenek barátaim. Egyszer-kétszer eljön, illemből meglátogat, a régi szép idők emlékére, hoz ananászkompótot, vagy banánt, vagy valamit, és azzal viszontlátásra. Véget ért a mi barátságunk. És emberek, az igazság az, hogy ezt végig is néztem, tehát apám esetében ezt én végignéztem. Amikor haldokolt, hát az igazság az, hogy jóval kevesebb barátja volt, mint előtte. Amikor még szerette a pálinkát is, a söröcskét is, szeretett mókázni, meg poénkodni, szeretett politizálni, akkor nagyon sok barátja volt. Amikor viszont elindult a végső útjára, akkor nagyon kevesen voltak barátok, mert ami közös volt benne és az ő barátaiban, azt ő elvesztette. És így kiderült, hogy az ő barátsága, az ő barátságuk tulajdonképpen az nem egy lelki barátság volt, nem a lelkiekre épült semmiképp, hanem a testi dolgokra, a testi örömökre, a testi élvezetekre. Persze ez a kérdés nem is annyira fontos kérdés mindaddig, amíg az alany, vagy pedig az áldozat nem te vagy, hanem éppen a te barátod. Könnyebb elhagyni egy régi barátot, és menni a többiekkel, mint sem az áldozat szerepében lenni, aki valaminek köszönhetően, tegyük fel, ágynak esik, vagy elveszíti az ő erejét, életerejét, és azt kell tapasztalja, hogy amit ő életnek hitt, barátságnak hitt, annak jóformán semmi köze nem volt, sem az élethez, sem a barátsághoz. Kérdés tehát az, hogyha ez így van, akkor létezik-e igazi barátság, emberek? Egyszerű kérdés. Egészen mostanig a Bibliát nem is nagyon alkalmaztam, ugye nem is szóltam a Bibliából semmit. Nagy valaki sértésnek vegyem. Létezik-e igazi barátság? És hát ha az ember laikusként beszél, vagy szkeptikusként, vagy akár ateistaként, már-már megkísérti őt az a gondolat, hogy hát igen, valami, az igazi barátság az valami olyasmi kéne legyen, amikor lelki kötődés van két ember között. Mert a lelki kötődés, tudjuk jól, hogy az nem múlik el. Vannak nekem olyan barátaim Magyarországon, Erdélyben is, akikkel sosem találkoztam, és mégis, hogyha találkoznék velük, akkor most úgy megpuszilnám a homlokukat, az arcukat, mint hogyha minden nap találkoztam volna velük, mint ha minden nap találkoznánk, és régóta ismernék egymást. Miért, emberek? Azért, mert ők lelkitársak, lelkibarátok. Hogyha az egyik karomat elveszteném, az egyik lábamat elveszteném, ha lebénulnék, de hogyha már beszélni sem tudnék, teljes meggyőződésem, hogy azokra az emberekre akkor is számíthatnék. Miért? Azért, mert a mi barátságunk nem a testiekre épült, nem a földiekre, hanem a lelkiekre. Volt olyan csodálatos élményem, hogy nem egy alkalommal, nem két alkalommal, Magyarországon voltam, noha már rég nem voltam Magyarországon, nem is kívánkoztam nagyon. Magyarországon voltam, és olyan személyekkel találkoztam, olyan személyek házában voltam, akikkel sosem beszéltem. Tehát soha nem beszéltem velük személyesen. Tehát még telefonon sem beszélgettünk jóformán. Meghallgattam a bizonságaikat, ők is meghallgatták az én bizonságaimat, és lelkitársak lettünk. És a jóságos Isten, egyszerűen nincsenek szavak, amelyek kifejezhetnék az ő dicsőségét, az ő szerelmét, az ő jóságát. Elvitt engemet álomban hozzuk Magyarországra. Velük voltam, együtt örömködtünk, és nem egyszer volt ilyen, nem kétszer, nem háromszor, sokszor volt ilyen. És ugyanígy fordítva is, őket is elhoztam, persze némelyeket elhozta testileg is, tehát fizikailag is, itt voltak, együtt örömködtünk, viszont azt el kell mondjam, emberek, még mindig fenntartom azt az állítást, hogy a lelki találkozás sokkal erőteljesebb, sokkal intenzívebb, sokkal mélyrehatóbb, sokkal dicsőségesebb, mint testben találkozni. Az Úristen megengedi a testben való találkozást is, annak is helye van. Viszont ha valaki megtapasztalta a lelki találkozásokat, egyáltalán megkapta ezt a lehetőséget Istentől, és tudja, hogy milyen a testi találkozás. Én úgy gondolom, hogy egyetért velem abban, hogy a kettő összehasonlíthatatlan egymással. Amikor két ember, két gyermek lélekben találkozik. Na de persze testben is van lelki találkozás, emberek. Testben is, mert az elmúlt hetekben noha nem szerveztem én semmilyen találkozót,
atyánknak, a mi atyánknak, az ég és a föld teremtőnek, a te teremtődnek, az én teremtőmnek úgy volt kedves, hogy elhozza némelyeket a kedves barátaim közül, akikkel jóformán nem is beszélgettem korábban, egy szót sem váltottunk, néhány sort írtunk a Messengeren, ennyi volt az egész. De úgy volt kedves, hogy elhozza őket testben is. És igen, azt kell mondjam, hogy ez is csodálatos volt és dicsőséges volt. Főképp, amikor keményebben megvoltam én is próbálva, a családom is meg volt próbálva, pontosan akkor hozta el némelyeket fizikailag, testben is, és a legjobbkor, a legjobb időben, legjobb helyre hozta őket. Azt kell mondjam. Tehát nincs, ahogy megköszönjem emberek, nincsenek szavak, amelyekkel megköszönhetném az ő jóságát. De térjünk vissza a barátságra, a földi barátságra, arra barátságra, ami ugye emberek között köttetik, akár fizikailag is. Nekem is vannak olyan barátaim itt közelebb hozzám, Gyergyóhoz, ugye, vagy éppen Gyergyóban, akikkel noha nem gyakran, de néha találkozunk, összefutunk, és jól telik, azt kell mondjam, hogy jól telik. Viszont amikor találkozunk, akkor nem igazán jön az, hogy a testiekről beszélgessünk, legalábbis nekem nem igazán jön. Tehát én úgy laktam a testiekkel, mint Móricz Kaszószra, tényleg ezt el kell mondjam. Feltődik a kérdés, hogy ha az Úristen utálja a bűnt, akkor miért engedi meg? Hát ezért, emberek, ezért. Nekem is megengedte a bűnt. Annyit bűnözhettem, amelyet éppenséggel akartam. Éppen fizikailag nem öltem meg senkit, lelkileg néhány embert megfojtottam. Fizikailag nem öltem meg senkit, tudtommal. Miért engedi meg az ember a bűnt, a hiába valóságot? Azért, hogy undorodjon meg attól. Nekem is megengedte a sok földi dolgot, az, hogy én is pénzt gyűjtögessek, az, hogy én is készüljek, terveket szőjek, elmenjek a nagyvilágba, megnézzem a nagyvilágot, ezt mind megengedte. És ugyanúgy, ahogy Salamonnak is megengedte, neki többet megengedett, mint nekem, el tudom mondani én is, hogy felette nagy hiábavalóság. Egy akkora hatalmas nagy hiábavalóság az egész, hogy tényleg oda vagyok kerülve, hogy földiekről, testiekről szinte undorom, heróton van beszélni. Tehát ezért mondom azt, hogy a testben a találkozás az általában egy sokkal gyengébb, mint lélekben. Akár telefonon, ha beszélünk, vagy Skype-on, ha beszélünk, amikor testben találkozunk, akkor már abba ebbe jön a test, és el kell ő magyarázza a másik testnek, hogy akkor ő mitől olyan izmos, vagy mit evett tegnap reggel, meg ilyeneket el kell magyarázzon. Ami durván unalmas egy lelki embernek. Szóval a testben, tehát fizikai testben, fizikailag is akkor lehet szép és tartalmas a barátság, hogyha az a lelkiekre épül. Annál is inkább, hogy ugye az összes precedens, ahogy mutatja, amit láttunk, a test elmúlik, megöregedik, meggyengül, elmúlik. És ezért van az, hogy egyébként, hogy hát igen, főképp falun, de városon is, öregségükre a barátoknak nincsen más közös témájuk, csak a sör. Vagy akár a foci meccs, vagy a politika, amihez ugye egyébként nem értenek. Tehát nincsen más közös téma. És főképp, hogyha egyik megbetegszik, meggyengül, akkor viszontlátásra vége a barátságnak, véget ért a barátság. Egy kedves barátomnak az édesapja jut eszembe, aki nagyon jó baráti viszonyban volt a falu papjával, a papbácsival, és hát ők annyira szerették egymást, hogy amikor a papbácsi nyugdíjba vonult és bevonult a szöreg otthonba, noha a barátomnak az édesapja, egészen pontosan a nagyapja, nem szorult volna arra, hogy öreg otthonba vonuljon, mégis megtette az ő barátjával, az ő lelki barátjával, emberek. Halljátok, amit mondok, lelki barát. Egy olyan fogalom ez, ami már lassan ki van halva, nem létezik ilyen fogalom, mint hogyha az UFO-k hozták volna ezt a fogalmat idegen számunkra. Lelki barát. Van-e neked lelki barátod? Van-e neked lelki társad? Tudom, hogy van, akivel így áll, van, akivel kirándulj, van, akivel bármit csinál, ugye a feleségeddel meg más csinálsz, vannak különböző társak, van, akivel egyér, így áll és mulatozzá, de van-e lelki barátod? Van-e lelki társad, ember? Ez a kérdés hozzád. Mer szembesülni, most, amíg nem késő, van-e lelki barátod? Vagy pedig nincsen lelked? Ha lelked sincs, akkor nem lehet lelki barátod. Egyértelmű, ugye a dolog. Akinek nincsen lelke, akinek a lelke már annyira el van torzulva, nem lehet lelki barátja. Nincs ahogy. Mert a léleknek van lelki barátja, a testnek nincsen lelki barátja. Szóval nyilván a barátságról,
A mindenható Isten, aki Jézus Krisztus személyében testé lett, teljesen másképp gondolkodik és másképp beszél. Azt mondja, az igazi barát az, aki az életét adja az ő barátaiért. Miben van az élet? Hát a lélekben. Az én beszédem lélek és élet, mondja Jézus. Ő adta az ő életét, de adta az ő beszédét, adta a lelkieket az ő barátainak. Ezek a barátok emberek, és ezért nincsenek ma igazi barátságok. Általában érdekekre, paráznaságra épül, baráti vagy barátnő, meg mit tudom én, élettársi kapcsolat, de barát, lelki barát nincs emberek. Nem léteznek lelki barátok. Mert nem tud az ember lelket adni. És hogyha tudna is lelket adni, nincs, aki azt fogadja, nincs, aki azt fogja és adja. Folyamatosan erről beszélek, hogy az élet az, amikor fogadunk, fogunk és adunk, tehát fogjuk, vesszük és adjuk, fogadni, fogni és adni. A lelkieket fogjuk és adjuk, de hogyha nem kíváncsi senki a lelkiekre, hát akkor kinek adjuk azt? Vagy hogyan fogjuk? Hát fogjuk, fogni fogjuk és feltelünk vele, de kinek adjuk? A falaknak, a fáknak, a fűnek, a mező liliomainak? Kinek adjuk a lelkieket, emberek? És erről lesz szó, és most már kezd körvonalazódni, hogy miért voltam én éjszaka Burmában. Előtte még elmondok egy másik rövid témát, befejeztem a barátságos témát, a kérdés fel van téve mindenki számára. Neked van-e lelki barátod? Egyáltalán lelked van-e? A lelkedből maradt-e még valami foszlány, lélekfoszlány van-e a testedben, ami fogékony volna a lelkiekre, az élet szavára? Ez a kérdés. A következő kérdés, amit szeretnék röviden kifejteni ebben a felvételben, mert fel van gyűlve a sok megértés, sok bizonság, a haszontalanság, emberek. Hát borzalmas érzés. Az Úristen nekem megengedte, néhány alkalommal megengedte, hogy haszontalannak érezzem magamat. Amikor a lélek nem folyt át rajtam, amikor nem tudom fogadni a lelket, Istennek a lelkét, az ő szavát, az igazságot nem tudom fogadni, emberek, haszontalan vagyok, és érzem, hogy közel van a pokol. Mivel, hogy az Úristen az időt tőlem elvette, és elveszi, számomra nagyon kevés idő van. Az Úristen azt követeli tőlem, az én javamért, az én érdekemben, hogy legyek lélekben folyton, ne időben gondolkozzak, ne jövőben és ne múltban, hanem ebben a momentumban gondolkozzak, amíg ő itt van velem, mert ő folyamatosan itt van velem. Ahogy Jézus fogalmazta, szüntelen imádkozzatok, szüntelen, fohászban, lélekben legyetek. Szóval az idő kezd elmúlni számomra, de akkor, amikor nem tudok bizonságot tenni, amikor nem tudok a lelkiekről beszélni, tehát hogyha olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik nem kíváncsiak a lelkiekre, egyszerűen érzem, hogy halok meg én is. Tehát olyan, mint hogyha purcannék ki. Érzem, hogy közel van már a halál, közel van a pokol, és közel van minden, emberek. Borzalmas érzés. Tudom, hogyha börtönben lennék zárva, akkor Isten másképp állítaná fel a szabályokat számomra, akkor ő ott volna, és lélekben vele lehetnék. De úgy, hogy emberekkel vagyok körülvéve, vagy emberekkel találkozok, akik nem éhezik a lelkieket, nem éhezik és szomjazzák az igazságot, a számomra olyan, hogyha én is halnék meg, akkor tényleg ilyenkor az ember már megvan kísérve, vagy a növényekkel beszéljen, vagy bármivel beszéljen, úgy nyilván most nem kell növényekkel beszéljünk, mert Isten lélek és körülvesz minket. Tehát imával lehetünk és vele beszélhetünk. De az is ima, emberek, amikor ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében, és ő ott van közöttünk. Az is ima. Az egy szép ima. Azt mondja Jézus, ha ketten vagy hárman találkoztok az én nevemben, ott vagyok én is közöttetek, és kijelentem magam nektek. Tehát a lélek, hogyha nem folyik, emberek, a lélek, hogyha nem folyik, nem áramlik, ha nem ömlik be a lélek, a friss lélek Istentől, és nem megy át a lélek, akkor az ember haszontalannak érzi magát, halottnak. Úgy érzem, hogy a lelkem is haldoklik olyankor. Kiesek lélekből olyankor. És jött is egy néhány gondolat a haszontalanságról, amit fel szeretnék olvasni. Egyébként ezt külön már feltettem a YouTube-ra, a TikTok-ra, a PikPok-ra, mindenhol fel van rakocsálva, meg lehet hallgatni. Haszontalan ember nem létezik. Mindenki hasznos és használható. Egyesek a Teremtő Isten kezében, mások, a másolatok pedig az ördög kezében bizonyulnak hasznosnak.
akik a testet, annak kívánságát követik, a mulandóság számára bizonyulnak hasznosnak, mert a mulandókra figyelnek, a mulandókra viselnek gondot, akik pedig Isten lelkét követik, az örökkévalóság számára válnak hasznossá, mert a múlhatatlanokra figyelnek, a múlhatatlanokra viselnek gondot, akik hasznosak a test és az anyagiak számára, a test haláláig békességben élhetnek, azután pedig kezdetét veszi a békétlenség, az örök békétlenség. Mert a test halálával az anyagi világ, ami számára hasznosnak bizonyultak, semmivé lesz. Tehát úgy válsz haszontalanná, hogy meghal a testet. Meghal a testet, és haszontalanná válsz, mert a testnek éltél, az anyagiaknak éltél, az anyagnak éltél, de a test halálával az anyag megsemmisül számodra, ezért haszontalanná válsz. És a pokol maga, a haszontalanság érzése, ezt a mai nap folyamán Isten engedte, hogy megéljem. Borzalmas emberek, szinte megtagadtam a mindenható Istent. Olyan borzalmas érzés, hogy éreztem, hogy meg fogom tagadni a mindenható Istent, hogy nem létezik, hogy engemet hagyjon, hogy ezt megtapasztaljam. Nem értettem, hogy miért hagyja. Hát azért elsősorban, hogy beszéljek a haszontalanságról, emberek, hogy ne legyünk haszontalanok, mert a haszontalanság a pokolba taszít minket. Akik hasznosak a test, az anyagiak számára, a test haláláig békességben élhetnek, azután pedig kezdetét veszi a békétlenség, mert a test halálával az anyagi világ, ami számára hasznosnak bizonyultak, semmivé lesz, megsemmisül. Akik pedig a lélek számára bizonyultak hasznosnak, a test haláláig kínlódnak, a test halála után pedig teljességre jut a békességük, mert a test, amely meglopta a lélek szabadságát, már nem fog létezni, csak az, amiben lélek szerint reménykedtek. A test nem fog létezni, a test, amely meglopta a lélek szabadságát, már nem fog létezni, csak az fog létezni, amiben lélek szerint reménykedtek, és így teljességre jut a békességük, beteljesedik az ő békességük, és ez a mennyek országa. Bizony, bizony, mondom néktek, Isten fiai, Isten gyermekei, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de a ti szomorúságtok örömre fordul, ezt mondja az Úr Jézus, azoknak, akik megismerték őt, és újjászülettek a bűnök bocsánata és az ő szavai által. Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba, és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván, és vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele, és kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem el lángban. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait, betegségeit, most pedig az vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel, és mindenek felett, mi köztünk, és ti közöttetek, nagy közbevetés van úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek.
sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Monda pedig Amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonságot tegyen nékik, hogy ők is ide, egy gyötrelemnek helyére ne jussanak. Mondanék ki Ábrahám, van Mózesök és prófétáik, hallgassák azokat. Ama pedig monda, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondanék ki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Drága embertársak, a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet, mondja az Úr Jézus, akit szégyel a kereszténység. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképp el nem múlnak. Drága embertársak, most mindenki hasznos, valamilyen mértékben mindenki hasznos. Valaki az anyagiak szerint hasznos, mert a testnek használ, a testiekért él, a földiekért él, folyton a mindennapi betevő falatot búsulja, vagy a test kényelmét búsulja, mással nem terődik. Ezért ő hasznos, hasznosnak gondolja magát, sőt, még a Bibliát is arra használja, hogy magát igazolja. Hát Pál apostol is azt mondta, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ugye, ezt mondja. A testi ember így használja Isten szavait. Igen, ám, de Pál apostol nem arra mondta, hogy az ember robotoljon, mint egy gép, látástól vakulásig, mikulásig, hanem ő azt arra mondta, hogy aki nem dolgozik a szőlőben, aki nincsen benne az atya szavában, szájában, ahogy mondja Jézus, aki nincsen benne az ő szájában, aki nem bizonságtevő, az ne is hallgasson bizonságot. Emberek, érthető Pál szava, aki nem bizonságtevő, ne is hallgasson bizonságot. Miért hallgat bizonságot, ha ő nem bizonságtevő? Aki nem dolgozik, ne is egyék. Ezt mondja Pál apostol. Aki nem bizonságtevő, nem ossza meg a bizonságát embertársaival, élőben, az interneten, a háztetőkről, különböző módon, az ne is egyék, ne fogyasszon bizonságot, mert megcsalja magát, becsapja magát az, aki hallgatja, fogyasztja a bizonságokat, de nem kívánja, hogy ő is bizonságtevővé váljon, hogy az igazság, az élő Isten kijelentése átfoljon rajta is, hogy minél több ember hallja azt az igazságot, ami által a lélek szabaddá válhat. És itt elmondom azt is, amit szintén ma adott a mi atyánk. Valójában csak kétféle identitás létezik. Bizonságtevő és testi ember. Aki nem bizonságtevő, az a testért, a matériáért él. Életét a matéria uralja és irányítja, azon keresztül pedig azok az emberek, akik nagyobb vagyonnal és több földi kincsel rendelkeznek, mint ő. Aki pedig bizonságtevő, nem tudja elhallgatni, amit Isten mutat neki. Alkalmas és alkalmatlan időben, vagy ahogy Jézus mondja, a háztetőkről hirdeti azt az igazságot, amely által szabadulást nyert az ő lelke. Aki nem érez készletést arra, hogy bizonságot tegyen arról az igazságról, amely által szabadulást nyert az ő lelke, az valójában meg sem szabadult még. Az ilyen még mindig a test és a matéria rabja, amiről rendszerint sokkal szívesebben beszél, mint Isten és a lélek dolgairól. Az ilyennek nem lehet lelki barátsága, lelki barátja, lelki társa. Ha testi ember vagy, és a testiekért, az anyagiakért élsz, tudnod kell, hogy a földi hatalmi hierarchiában mindenki a te urat és a te felettesed, aki nagyobb vagyonnal rendelkezik, mint te. Viszont ha újjászülethettél Isten kegyelme által, és lelki ember vagy, csak egy urad van, és egy felettesed, az élő Isten, az ég és a föld teremtője, aki Jézus Krisztus személyében megmutatta a szabadulás útját a szelidek és az alázatos szívűek számára.
A látszat szerint, drága embertársak, kedves hallgatók, a képernyők szerint sokféle identitás és sok út létezik, de a látszat csal. A látszat szinte mindig csal. Mindaz, amit a látszat mutat, a széles út részét képezi. Ne áltassátok magatokat! Valójában csak két út van, és középút nincsen. A bizonságtevők útja, ami az életre visz, és a testi emberek útja, amely a rothadásba és a kárhozatba visz. Ezt mondja Pál apostol. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Jézus pedig így szól erről a két útról. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Mondanéki, Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam, rajtam keresztül, mert én megmutattam az utat, az igazságot és az életet. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki ugyanan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Ennyit arról, drága embertársak, hogy csak kétféle ember létezik. Egyik a bizonságtevő, és a másik a testi ember. És nincsen középút, és nincsen minden út. Mert noha azt mondják, hogy minden út Rómába vezet, és látszólag sok út van, az a sok látszólagos út, az valójában a széles útnak a különböző sávjai, amely igen Rómába, a romlandóságba visznek minket. A romlásba visznek minket. Róma egyenlő, romlandóság és a romlás. És akkor most áttérnék Burmára. Az éjszaka Burmában jártam, Myanmarban jártam, és hát, hogyha Isten úgy akarja, akkor lehet, hogy még a valóságban is elmegyek Burmába, kihagyom Indiát, kihagyom Nepált, és folytatni fogom az utamat, ottal abba hagytam, körülbelül ottal abba hagytam, ugye, tovább lépek egy országot, egy országgal, és ha netán úgy kezdes Istennek, elmegyek Burmába, az angol a hivatalos nyelv, értenek angolul, hála Istennek, folyékonyan beszélem az angolt, egy kis gyakorlattal szerintem visszazökkennék teljes mértékben az angolba, és tudnék bizonságot tenni nekik az élő Isten szaváról. Miért emberek? Mi van Burmában? Burmában polgárháború van. Burmában katonai diktatúra van. Ott nincsen demokrácia. Volt egy picike demokrácia, azt hiszem, hogy talán 1948-tól, amikor elnyerték a függetlenséget, tehát függetlenné váltak, ugye, mert brit gyarmat voltak ők is, és amikor függetlenek lettek, akkor egy darabig volt demokrácia náluk is. Viszont azt követően, rövid időn belül újból diktatúra lett Burmában, és talán a Wikipédia szerint beszélek, 2011-től 2021-ig, tehát 10 éven keresztül volt ilyen nép által választott kormány, ugyanúgy, mint Magyarországon és Romániában. De most már újból egy ilyen katonai puccs következtében újból diktatúra van, katonai diktatúra van Burmában. És nyilván nincs meg az a szabadság, amit mi itt élvezünk Magyarországon, Erdélyben, Romániában, Amerikában, és nincsen meg az a jólét, amit mi itten élvezünk. A vadnyugaton, Babilonban, ugye, a babiloni Székelyföldön, és a magyarországi Szodomában és Gomorában. Épp ennek köszönhetően, drága embertársak, mivel nyomás alatt vannak az emberek, és szorongatatás alatt vannak az emberek, ők sokkal fogékonyabbak az igazságra, az igaz ágra. Nem a hazug ágra, hanem az igaz ágra. Az igazi szabadságra, emberek. Mert a szívem mélyén mindenki a szabadságra vágyik. Kizár dolog, hogy létezne egy olyan ember, aki hallja ezt a felvételt, vagy úgy általában létezne olyan ember, aki nem vágyna a szabadságra. Az, hogy az ember a szabadságra vágyik, ebből az következik, hogy ő rab.
Én azért vágyok szabadságra, embertársak, mert rab vagyok. Az, hogy én szabadságra vágyok, én azáltal bizonságot teszek magam ellen, hogy én rab vagyok. A szívem mélyén érzem, hogy valami kéne még, valami hiányzik, és keresem azt a valamit különböző hobbiban, szenvedélyekben, barátokban, futbalista társakban, barátokban, ivó cimborákban, és ugye hobbi cimborákban keresem a hiányzó részt az asszonyban, a feleségemben, a barátnőben, a parázaságban, a kurválkodásban, a bűnökben keresem a hiányzó részt, de nem találom. Tehát hiányzik valami az én szabadságomból, nem teljes az én szabadságom. Pedig, hogyha valaki testi értelemben szabad volt ezen a földön, hát én elmondhatom, az, hogy én testi értelemben is valamivel dicsekedjek, mert a szabadosságot is megéltem, megélhettem. Isten nekem megengedte, hogy megéljem, csak azért, hogy tényleg bizonságot arról, hogy az nem szabadság. Az, hogy elmotoroztam afrikáig emberek, az nem szabadság. Ahhoz képest, a szabadsághoz képest, amit megélhetek, az élő Isten jelenlétében, a Krisztus szavában, az, hogy én bejártam a félvilágot, és sok mindent láthattam, sok mindent kipróbálhattam, és sok bűnt elkövethettem, az nem szabadság. Amit én ott megéltem, az nem szabadság, emberek. Tehát az ember, hogy szabadságra vágyik, az azt igazolja, hogy ő rab, a szívében rab, és ezért cserégeti a partnereket, cserégeti a szenvedélyét, cserégeti a hobbiait, cserégeti a munkahelyét, egyfolytában valamit kell matasson, valamit kell csináljon. Magamról beszélek, emberek, ezt én is megéltem. Én is megéltem. Ezek a pótcselekvések, amik elvétetnek tőlünk, mert ma van, de holnap, hogyha beteg vagy, akkor már nincsen pótcselekvés, akkor már nem tudsz dolgozni fölöslegesen, ágyhoz vagy kötve, és kell szembesülni azzal, hogy rab vagy. És talán Isten megkönnyörül rajtad, ha lesz, aki neked elmondja az örömhírt, az evangéliumot. Tehát az a szabadság, drága embertársak, amit mi szabadságnak mondunk és mondtunk, annak jóformán semmi köze nincs a szabadsághoz. És miért vagyok egyedül, miért érzem magamat magányosan itt Székelyföldön, Gyergyóban, a modern világban, a gyergyói Szodoma Gomorában, a székelyföldi Babilonban, vagy a gyergyói Amerikában, miért érzem magamat magányosnak? Nem panaszkép mondom, mert van, aki engemet megvigasztaljon, hála a mindenható Istennek, de mégis el kell mondjam. Azért érzem magamat magányosnak, drága embertársak, mert az igazság az olyan szép, olyan örömteljes, tehát tényleg az ember szívét megörvendezteti. De hogyha nincs, aki azt vegye, és nincs, aki adja, nincs, aki fogja, és nincs, aki adja, akkor az egész hiányos, emberek. Én tudom, hogy a mennyek országába, a tökéletességbe, ott már áramlik, ott már folyik az igazság, az élő Istennek a lelke. Ahogy mondja a próféta, hogy teljes lesz minden az Isten ismeretével a mennyek országában. De itt most olyan fájdalom, hogy az emberek nyomorúságban vannak, meg vannak kötözve különböző betegséggel, különböző függőségekkel, alkohollal, szesszel, szexel, önkielégítés, különböző függőségekkel meg vannak kötözve az emberek, és mégsem fogják, és mégsem adják az igazságot. És akkor mi a megoldás a bizonság tevő számára? Hát az, hogy elmegy Burmába. Elmegy Burmába. Nem biztos, hogy el kell menjen ő Ázsiába, Burmába, Myanmarba. Lehet, hogy egyszerűen csak el kell menjen a hajléktalanokhoz, az olyan emberekhez, akik a betegekhez, a süketekhez, a vakokhoz, a bénákhoz, a szegényekhez, a nyomorultakhoz, és ott velük beszéljen, és nekik hirdesse a rabok szabadulását, a fogyok szabadulását. Nekik hirdesse az igazságot. Miért? Azért, mert ők fogékonyak. Ők nem hazudják azt maguknak, hogy szabadok. Érthető? Tehát úgy igazából én szabad emberrel nem igazán találkoztam a földön. Sem Gyergyóban, sem Indiában, sem Amerikában, sem a Bahamákon. Én sehol nem találkoztam szabad emberekkel. Viszont a probléma az, hogy a modern Európai Uniós rab nem tudja, hogy rab. Nem tudja magáról, hogy rab. Ezért nincsen szüksége az igazságra. Főképp, hogyha még Jézus is benne van az igazságban. Ha olyan igazságról szeretnék beszélni, amiben még Jézus is benne van, hiába mondom, nincsen semmilyen szektár, nincsen semmilyen vallásom, úgy viselkedik, mintha lefostam volna magamat, és büdös lennék. Mintha én volnék maga az ördög, menekül előlem, menekül a társaságomból. Miért?
Azért, mert rab, de nem tudja. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ezt mondja Jézus. De mivel ezt mondjátok, látunk, a ti bűnötök megmarad, és fennáll a veszélye, hogy a bűneitekben fogtok meghalni. Ezért vitte engemet a mindenható Isten Burmába, és az állam az egyszerű volt, rövidke volt, vagyis hosszas volt, de a lényeg az volt, hogy ott voltam közöttük, és megmutattam azt nekik, hogy lehet repülni, lehet szárnyalni. Ők rabok, ők nem tagadják azt, hogy rabok. Buddhisták, meg muzulmánok, meg nem tudom én milyen vallási csoportokhoz, csoportosásokhoz tartoznak, de számukra a rabság nyilvánvaló. Amíg kommunisták voltunk itt Romániában, diktatúrában voltunk, számunkra is nyilvánvaló volt a rabság. Akkor még fontos volt Isten, akkor még nem volt szégyen Istenről beszélni, akkor még nem volt szégyen Jézus Krisztus nevét kimondani, az ő szavairól beszélni, sőt, falun úgy köszöntek hétköznapokban is, hogy dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Ez nem volt szégyen, de most, hogyha Jézus nevét említed, mintha lefostad volna magadat. Menekülnek tőled, nem akarják érezni annak a szagát, mert meg is van írva, hogy a halál illatja vagyunk azok számára, akik a kárhozat útján járnak, mert az az ember szembesülnie kell neki azzal, hogy hazugságban van, meg van kötözve. És ezért utálnak bennünket, a bizonságtevőket gyűlölik a világi emberek, gyűlölik őket. Jézus azt mondja, hogy engemet azért, először azt mondja, hogy ok nélkül engemet, ok nélkül gyűlöl engemet a világ, mert ő semmi rosszat nem tett, hát gyógyított, tanított, halottakot támasztott fel. Ez cselekedte, lelki halottakot, de még fizikailag is a halottakat feltámasztotta. Semmi rosszat nem tett. Tehát ok nélkül gyűlölték őt, de az okot elmondta, azt mondja, az ok az, hogy én bizonságot teszek, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Tehát az én jelenlétemben ők kell szembesüljenek azzal, hogy a hiába valóságért élnek, a testiekért élnek még mindig. A nap 24 órájából minimum 22 óra a testé, ha nem több. De a legtöbb ember esetében csupán néhány perc a léleké. Csupán néhány perc, a 24 órából csupán néhány perc a léleké. Amikor valaki Isten lelke által szól, a Krisztus lelke által szól, az őt hallgató személynek szembesülnie kell azért azzal, hogy ő testben van, a testiekért él, a romlandóért él, a rothadóért él, és a lelkiekért, amelyek örökkévalók, azokért nem él. Azokért nem hajlandó élni, nem hajlandó a lelkével foglalkozni, most, amíg még nem késő. Szóval Burmában vagyok, és mivel ugye megkaptam a szabadságot, nem vagyunk földhöz ragadtak, akik újjászülethettek Jézus által, az ő szava által, a bűneikkel való szembesülés által, a bűnök bocsánata által, az igazság megismerése által, akik újjászülethettek, azok már nem földhöz ragadtak. Ők nem testiek. A világban éltek, de nem vagytok a világéi. Ezért nem vagytok adósai a világnak. Nem vagytok adósai a testnek, hogy a test kívánságát végrehajtsátok. Inkább hajtsátok végre a lélek kívánságát, és éltek azáltal. Ezt mondja mindenható Isten. Akik megismerték tehát az igazságot, ők nem földhöz ragadtak, tudnak repülni. Gyermekkoromban sokat repültem. Az Úristen először úgy fette fel előttem magát, hogy sokszor, sok álomban repültem, és emlékszem, hogy voltak olyan álmaim, amikor repülhettem, de mégis voltak félelmeim a repülésben. És emlékszem, hogy féltem attól, hogy beleütközök egy ilyen magas feszültségi húzalba, vezetékbe, vagy valamilyen kábelbe, ugye a város fölött. Tehát sok ilyen álmom volt, amikor repültem, de féltem, hogy nehogy beleütközzek abba a kábelbe. Tehát ezáltal Isten már akkor nekem megmutatta, hogy mi okozza a sátánt, hogyan jön be a sátán az embernek az életébe. A kábeleken keresztül, az infrastruktúrán keresztül, az optikán keresztül befolyik az ördög minden nap, mindennapi kenyér formájába, az ember lelkébe. Ez történik a mai világban. Tehát Burmában vagyok, és ott ugye a sok nyomorult ember között, hát repülők, felfelszállok, és látják azt, hogy repülök. És némelyek próbáltak lehúzni engemet, mint ahogy most is történik ez, hogy némelyek próbálnak lehúzni, visszahúzni, hogy gyere vissza,
alkalmazkodjál ahhoz a hazugsághoz, amiben éltél mostanig, de ember, kedves hallgatók, kedves rokonok, barátok, ismerősök, fogjátok már fel valahogy, kérlek szépen, hogy amiben engemet visszahívnak, vagy visszahívtak, azt én tapasztaltam hosszú időn keresztül, éltem a hiába valóságért. És úgymond kiteljesedtem a hiába valóságba. Csoda, hogy a lelkem valamiképp megmenekült. Isten meg tudta menteni a lelkemet. Tehát amit csinál, amit értéknek tart a világ, és ahova engemet visszaívnak, én is robotoltam, dolgoztam fizikai munkát, szellemi munkát, számítógépes munkát, úri munkát, irodai munkát, mindent csináltam. És csináltam azt, ami öröm, tehát volt nekem is hobbim, szenvedélyem, fotográfia, motorozás, csajozás, parálnaság, minden. Nincs ahova visszamenni, emberek. Nekem nincs ahova visszamenni. Tehát hiába próbálnak visszahúzni, lehúzni, nincs ahova visszamenjek. Hogyha én visszamegyek, akkor én visszamegyek, tehát úgy jöhetek csak vissza a világba, úgy mehetek csak vissza ebbe a világba, mint mit tudom, egy Alzheimerrel, vagy mit tudom én, agyvérzéssel, hogy úgy élek, mint egy szobanövény, mint egy saláta, vagy káposzta. Úgy mehetnék vissza a világba, de úgy, hogy emlékezek Isten dicsőségére, és a világban legyek, az kizár dolog. Az teljesen kizár dolog. Tehát repültem, és az emberek láthatták azt, hogy repülök, és némelyek nyilván megkívánták azt, hogy ők is repüljenek lélekben. Miért? Aki testben meg van kötözve, emberek, aki Burmában van, és nem a gyergyói Amerikában van, aki Burmában nehézségben van, és nem a gyergyói Amerikában, az ember vágyik arra, hogyha már testben nem is tud repülni, legalább lelkileg repüljön. Tehát a szegények, ahogy mondta Jézus, ők a boldogok, a szegények, a lelki szegények, mert közel vannak Isten országához, könnyen megismerhetik az Isten országát, az igazságot. Mert aki testben meg van kötözve, annak könnyebb lélekben repülni. Aki testben szabad, az mind testben akar repülni. Mert az, hogy az ember halmozza a testi örömököt, a testi élvezeteket, az mind repülés, emberek. Az egy hamis repülés, egy hamis magasság, egy hamis magaslat, ahonnét le fog zuhanni. És fennáll a veszélye, hogy a lélek is kárba fog veszni. Amikor az ember le fog zuhanni ebből az Európai Uniós magasságból, ahol mostan vagyunk, itt Gyergyóban, Székelyföldön, Magyarországon, sok lélek kárba fog veszni, emberek. Kárba fog veszni, szó szerint, ahogy mondja az írás, el fog kárhozni. Mert akkorra már annyira el van torzulva az ő lelke, hogy már nincs, amit megmenteni. Jóformán nincs, amit megmenteni. Az államnak volt egy másik része is, amire még emlékszem, és pedig az, hogy a világ megkísértett. És a kísértést, mivel hogy én többször mondtam, ugye még ebben a videóban is, szerettem sörözni, nem voltam ugye rabja annyira, hogy leígyam magamat, vagy megrészegedjek, de szerettem. Ez is szerintem Istennek az érdeme, az ő dicsősége, hogy nem engedtem, hogy megrészegedjek. Tehát ritkán részegedtem meg úgy durván, vagy inni ittam, de nem részegedtem meg. Viszont, hogyha ha tisztességes akarok lenni, akkor azt mondom, hogy persze, én is alkoholista voltam. Persze, onnét nézve nem voltam alkoholista, amikor benne voltam, és úgy sörözgettünk, így poénkodtunk meg minden, és megittunk akár 6 sört, vagy 7-et, vagy akár annál többet is egy éjszaka alatt. Az ugye, hát elillogattuk, ugye reggelig elfogyott a rácsör. Az úgymond normális, tehát meg lehet szokni, emberek, a bűnt meg lehet szokni, a mocskot meg lehet szokni, a rosszat meg lehet szokni. Azért nem tudja a legtöbb ember, hogy bűnben van, mert hozzászokott. Hát én is először, amikor ugye találkoztam például a testiséggel, a paráznossággal, először az nem volt olyan kellemes dolog. Nem mondhatnám, hogy kellemes dolog volt, de megszoktam. Amikor először megkosoltam a pálinkát, nem volt olyan kellemes, de megszoktam és megszerette. Na, így szoktunk hozzá minden bűnhöz, emberek. Minden bűnhöz, a szívünkben lévő minden életellenességhez így szoktunk hozzá. Ez itt mondja a mindenható Isten az embernek, hogy vigyázz, ember, mit csinálsz. Kérd tőlem látást a szemeidre, mert hazudsz magadnak. A legtöbb ember hazudik magának, főképp a bűn tekintetében. A legtöbb ember figyelmen kívül adja azt, hogy van bűn. Miért? Azért, mert már hozzászokott. A legtöbb ember nem bűnös. Itt mindenki jó ember. Gyergyószent Miklóson, Székelyföldön, Magyarországon, Budapesten lemerem fogadni, hogy mindenki jó ember. Orbán Viktorral az élen, egészen az utolsó akárkiig. Mindenki jó ember. Mindenki jónak gondolja magát. De meg is van írva. A prófét azt mondja, hogy minden ember jó. A maga szemében, a maga személy szerint.
De a szívek vizsgálója az Úr, emberek. A szívek vizsgálója az Úr. Ő mondja meg, hogy ki a jó. Ezért forduljon mindenki hozzá, amíg nem késő. Amíg nem késő. Mert pokol létezik. És kérjen látást a szemeire. A húgom, ő nem olvasta a Bibliát, nem hitt a Bibliában, nem is ismerte azt, de mégis azt mondta, hogy a pokolban ott 7 napon keresztül. Azt is mondta, hogy azt, amit ő ott látott, amit ő tapasztalt, a valósággal, az ő belső valóságával való szembesülést senki nem fogja elkerülni. Viszont akinek a szembesülés a halál után fog megtörténni, az pokol, az a gehenna tüze, emberek. Ügyeljetek, ne játszmázzatok, emberek, ne játszmázzatok. Kérjetek látást most a szemeitekre, amíg nem késő, hogy megláthassátok, hogy miben vagytok. Mert minden ember jó. Itt Székelyföldön mindenki jó a maga módján. A maga módján. És igen, ebben a burmai államban meg voltam kísértve, adtak nekem sört, és emlékszem, hogy kevés pénzem volt nekem, burmai pénz. Nagyon kevés pénz volt az. És ami érdekes, az az volt, hogy aki adta a sört, az nem helyi ember volt, nem helyi lakos volt, nem burmai volt, hanem egy ilyen amerikai, ilyen United Nation, tehát az Egyesült Nemzetek Szövetsége, azt hiszem. Tehát ilyen nyugati ember volt, ő adta a sört, igen ám, de kérte a pénzt is. És emlékszem, hogy az én minden vagyonomnak az 1/3-át kellett fizessem a sörért. Abból a kevés pénzből, amit én kaptam onnét Burmában, az 1/3-át kell fizessem egy üveg sörért. Persze ez a sör, ezt lehet venni a szó legszorosabb értelmében, azok számára, akiknek gyengeségük az alkohol, alkoholfüggők, sörfüggők, viszont lehet venni ezt lelki értelemben is, úgy, ahogy Isten mutatja, mondja Jeremiás prófita által, hogy Gyergyószent Miklós, Székelyföld, Budapest megrészegedett Babilon barától, a Babilon alkohol, a babiloni alkoholtól. A sör még rosszabb, mint a bor ilyen szempontból, ugye, mert az képletesen még rosszabb. Miért? Azért, mert az ugye erjedéssel van előállítva, erjesztéssel. Ugye az a negatív jelző az élesztő, az a sör élesztőt tartalmaz. A Bibliában az élesztő a bűn élesztőjét, bűnkovászát jelképezi. Tehát a sörben ugye kovász van, tehát élesztős. Tehát azt mutatja a mindenható Isten, hogy azok az emberek is, akiknek lehetőségük lenne felébredni, feltámadni a lelki halálból, a biorobot üzemmódból, a zombi üzemmódból, akiknek volna lehetőségük feltámadni, még ők is meg vannak kísértve, mert jön az Amerika nagybácsi, jön az Egyesült Nemzetek Szövetsége, és hozza az övét, a részegítő italt. Jön az amerikai média, jön a közösségi média, és az emberek beriszegednek. És meg is néztem a YouTube-on néhány videót Burmáról, és láttam azt, hogy vannak olyan modern városok, ahol már teljesen úgy élnek, mint Amerikában. Tehát hiába, hogy szorongatatás alatt voltak, mint ahogy mi is a Romániában, a diktatúrában, meg voltunk szorongatva, hiába, hogy szorongatatás alatt vannak, polgárháború van, általában világrekordja van Burmának a polgárháború tekintetében, ott volt a leghosszabban tartó polgárháború Burmában, most is az van. De viszont hiába, hogy nehézség van, és nyomorúság van, és éhínség van, ami a lélek szempontjából jó, mert a lélek a test szenvedése által lát, ezt mondja mindenható Isten, a lélek a test szenvedése által, akár a bőt által is képes látni, és elszakad a bűntől. Tehát a polgárháború által, a nyomorúság által megkapták a lehetőséget arra, hogy felébredjenek, viszont mégsem ébredtek fel, mégsem ébredhetnek fel, miért? Azért, mert ott van az Egyesült Nemzetek Szövetsége is, és hozza az amerikai élesztős italt, a kovászos kenyeret, a kovászos folyékony kenyeret, amiért a legtöbben az életük 1/3 részével fizetnek. Az életük, a vagyonuk 1/3 részével fizetnek. Aminap beszéltem arról, több alkalommal is beszéltem arról, hogy amikor egy magyarországi ember keres 500 000 forintot, az azt jelenti, hogy az ő lelkét 500 000 forintért adta el. Most jelképesen úgy mondanám, hogy az ő lelke havonta, az ő lelkének az értéke 500 milliárd forint volna. Mondjam azt, a reális értéke. Tehát, hogy legyen egy ilyen viszonyítási alap, hogy az embernek a lelke nagyon értékes, emberek. Tehát én, amikor
robotolok, fölösleges munkát végzek, olyan munkát végzek, amire nem lettem megkérve Isten által, pénzért dolgozok, akkor én gyakorlatilag a lelkemet adom oda, mert a lelkemből állítom össze elő a matériát, a műanyagot, a vasész, a földből fejvő fenevadat, a lélekkel hozza fel az ember. Tehát minden, tegyük fel most Magyarországon mindenkinek 500 000 forint a fizetése, minden magyarországi ember, aki 500 000 forintot kap havonta, 500 milliárd forintot szolgáltatott be a rendszernek, a hiávalóságnak, a sátánnak, az ördögnek. Én nem a munka ellen beszélek, emberek, mert az Úristen megengedte a tisztességes munkát. Vannak olyan munkák, ami tényleg, hogy mondjam, megvan engedve, engedélyezve van, de ebben az elbukott modern rendszerben olyan sok munkát, sok fölösleges munkát végez az ember, hogy végén már azon kapja magát, hogy igen, van pénze, van 500 000 forintja, tud abból még sporolni is, de lelke már nincs. A lelke el van torzulva, a lelke el van teljesen gépiesítve, el van robotizálva teljesen az ember. És most nyilván ugye Burmában biztos nem 500 000 forintot kapnak havonta, hanem tegyük fel 50 ezeret. Hogyha kapnak annyit. Lehet, hogy még annyit sem kapnak havonta. 50 ezer forintot kapnak az emberek. Most képzeld el, hogy az ő lelke is jelképesen mondva 500 milliárd forintot ér havonta, és abból ő kap 50 ezer forintot. Na így vész kárba az embernek a lelke. Mert minden munka, amit az ember végezhet az ég alatt, azt mind a lelkével végzi. Az aszfaltos videóban elmondtam azt, hogy az aszfalt miből van. Hát azt mondják ugye, hogy hát kőolajból, meg kőolaj, meg pakura, meg nem tudom én milyen származik, nem tudom, a pakura az lehet, nem magyar szó. És abban ugye homok, meg minden. De valójában az aszfalt nem kőolaj származikból és nem homokból van, hanem a lelkedből, az emberek lelkéből, akik igényt tartanak arra az infrastruktúrára, amit Isten nem teremtett. Na de ebben most nem menjünk bele, mert ez a videó túl hosszú lesz, túlságosan hosszú lesz. A lényeget elmondta, drága embertársak. Tehát elképzelhető, hogy a burmai állapot, ugye ez katonai diktatúra, itt is meg fog történni, erről beszéltünk, arra fele tart a világ, tehát könnyen kirobbanhat egy háború Magyarországon is, Európában is, és akkor teljesen biztos, hogy utána meg nem egy ilyen gyönyörűséges demokrácia fog következni, hanem egy újból egy diktatúra. Már többször volt demokrácia, többször volt szabadság, de azt az összes szabadságot, az összes utópiát, ugye, a demokrácia utópia, a disztópia követte, ugye, ami az utópiának a, hát inkább antiutópia, ami az utópiának az ellentéte. Amikor ugye, tehát a nagy bővölködésnek általában nagy bőjt a vége. A nagy bővölködésnek nagy bőjt a vége. Tudjuk jól, hogy Magyarország és az egész világ nagy bővölködésben élt mostanék, ugye, ittunk mindannyian Amerika söréből, Amerika borából, Babilon borából, Szodoma és Gomora borából. És jól éltünk, bővölködtünk, meggazdagodtunk, és ezért szégyen Gyergyószent Miklóson, Libántetőn, Újfaluban és mindenhol Jézus Krisztus neve. És ezért bármiről hajlandók vagyunk beszélni. Akármilyen szenvedéről, akármilyen hobbiról, munkáról, vagy bármiről. Csak Isten ments az élő Isten nevétől. Ne adj Isten Jézus Krisztus szavától, amely szembesíteni minket azzal, hogy a test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít. És aki a testért éli az életét, folyamatosan az anyagot túrja, és nem keresi, hogy mi az értelme az egésznek, hogy miért kell meghalnia, miért kell megöregednie, miért kell megbetegednie, és mi az élet értelme, aki ezt nem keresi, az a lelkével játszik. És ezeket a szavakat, hogyha az ember elmondja, akkor ugye gyűlöletes lesz az embertársai számára, a barátai, a közösség számára. Viszont el kell mondani, emberek, mert nincs másban öröm, nincs másban élet, csak az igazságban. És igazán hasznossá csak úgy válhatunk, hogyha fogadjuk az igazságot, emberek. Fogadjuk, fogjuk és adjuk. Nem csak kapjuk a YouTube-ról, vagy Istentől, vagy a Bibliából, hanem tovább is adjuk lélek szerint, lélek által indítva, megosztjuk az igazságot, emberek, mert csak abban van feltámadás a lelki halottak számára. És számunkra abban van az élet, mert vissza lehet menni ám a zombi üzemmódba,
a biorobot üzemmódba, vissza lehet menni emberek. Én láttam magamat is visszamenni a biorobot üzemmódba, a parázna üzemmódba az utam elején, és láttam másokat is visszamenni emberek. Van lehetőség visszamenni a hazugságba, a vakond üzemmódba, hogy túrjuk a földet, mint a vakond. Ezért mondja Jézus azt, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tehát hazugság az, amit a kereszténységben tanítanak, hogy elmondtál egy megtérő imád, és akkor megmenekültél. Ne! Ő azt mondja, aki mindvégig kitart, aki mindvégig hűséges marad, aki mindvégig álhatatos marad, az megtartatik, üdvözül. Úgy is mondja, hogy annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, emberek. Kétféle ember létezik itt a földön. Egyik a bizonságtevő, a másik a testi ember. Kétféle igazságkereső létezik. Egyik, aki az agyával keresi az igazságot, és a másik, aki a térdével keresi az igazságot, hajlékony térdekkel keresi az igazságot, megalázza magát a teremtője előtt. És az Úristen megnyitja az ő szemeit, és meglátja a bűneit, és meg is bocsátja azokat. És újjászüli, ahogy mondja Pál apostol, aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé, újjá lett minden. Az új teremtés bizonságtevő, emberek. Az új teremtés nap mint nap bizonságot tesz az élő Istenről, az élő Istenből, mert az az ő kenyere, az az ő eledele. Azt mondja Jézus, az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki engemet elküldött. A kenyeret kiosszam az embereknek, az apostoloknak. Minden bizonságtevő dolga az, hogy amit kap Istentől, megossza. Mert hogyha nem osztjuk meg azt, amit Istentől kapunk fentről, akkor folyton azt osztogatjuk egymásnak, amit lentről kapunk. De a lentiek elmúlnak, emberek. Minden elmúlik. Itt a földön minden elmúlik. Tehát, hogyha nem az igazságot osztom meg, akkor a gazságot, a gazágat, a hazugságot, a hazug ágat osztom meg embertársaimból. Ha nem lélekből beszélek, testből beszélek. Ha nem a lélekért beszélek, a testért beszélek, de a test elmúlik. De a lélek örökkévaló, emberek. Ezért keressük először a mennyek országát, és annak az igazságát, és azt osszuk meg embertársainkkal. Mert azt mondja a mindenható Isten Jézus szavai által, hogy minden más megadatik, amire igazán szükség van. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!